Óbecsén a Zöldvás utca felújítási munkálatai várhatóan április végéig befejeződnek, mondta Óbecse község elnöke Dragan Tošić. Jelenleg a Danilo Kis és a Petőfi Sándor utca közötti szakaszon folyik a munka. Amint látható, Óbecsén nincs építkezési szezon, mert egész éven át építkezés folyik. Az időjárási viszonyok is minket igazolnak ebben. Most vagyunk a munkálatok felénél, a Danilo Kis utcától az Újvidék utcáig. Az a kis szakasz marad utoljára, mert először az egész Zöldvás utcát be kell fejezni ahhoz, hogy a Danilo Kis utcából az autósok el tudjanak fordulni a Zöldvás utcába. A közelmúltban fejeződött be a közbeszerzés olyan vállalkozó kiválasztására, aki elvégzi a Csuka Zoltán utca rekonstrukcióját, körülbelül 180 méteren, a Csillagtértől a fő utcáig. A közút felújítása mellett a munkálatok tartalmazzák a járdarendezést, az autóbejáratok rendezését, a parkoló kiépítését, a vízvezeték csövek cseréjét, valamint elektromos szereléseket és a közlekedési jelzőtáblák felszerelését is. A Zöldvás utca befejezése után kezdjük majd el a Csuka Zoltán utca rekonstrukcióját, majd a Danilo Kis utca felújítását. Ha ezt mind egyszerre csinálnánk, ez közlekedési káoszhoz vezetne, és nem ez a célunk. Miután idén befejezzük ezeknek az utcáknak a felújítását, akkor jövőre kezdjük Újfaluban a felújítást, majd Kisboszniában, Alsóvárosban, Apicoderben. De nem lesznek elhanyagolva a község települései sem. Bácsföldváron, Péter révén és Milesevón is aszfaltozzuk az utcákat. Ezt ígértük, és ez volt a célunk, hogy mit csinálunk az elkövetkező időszakban. 2016-tól a mai napig összesen körülbelül 1 milliárd dinárt fektettek be Óbecse község közúti infrastruktúrájába, mondta Tošić, hozzátéve, hogy ebből az összegből az önkormányzat mintegy 400 millió dinárt biztosított, míg a fennmaradó összeg magasabb kormányzati szintről származik. Nekünk valahol el kellett kezdenünk a felújítást, talán így a természetes, hogy először a térrel és a belvárossal kezdtük, hiszen ezt a területet mindenki használja. Drea és Pecesor, vagy Bácsföldvár minden lakosa, mert mindenki bejön a városba, például a bankba. Tehát a belváros minden polgár számára fontos. Az év közepén tervezzük a Danilo Kis utca felújítását, ahol 4 sáv lesz és egy autóbusz sáv. Ezen kívül a belvárosban a bankok előtti parkolót kell befejezni, továbbá a gépészeti iskola előtt is van befejezni való. És amit még muszáj felújítani, az a városi színház és a községháza épülete. A terv az, hogy az elkövetkező időszakban körülbelül 44 km közutat rekonstruáljanak és kiépítsenek a köz- és magánpartnerség elve alapján, mondta Óbecse község első embere. Hozzátéve, hogy ezek a beruházások körülbelül 1 milliárd dinárba kerülnek, és azon az elven valósulnak meg, hogy a magánpartner finanszírozza az összmunkát, Óbecse község pedig a korábbi éves karbantartás értéke alapján a következő néhány évben visszafizeti azt. Az IPA projektumnak köszönhetően Óbecsén a Tisza partján felépült az úszóműves kishajó kikötő. A határon átívelő projektumban két község vett részt Magyarországról, Algyő és Csongrád, ahol szintén elkészült ez a típusú kikötő. A folyami turizmus feltételeinek javítása és felélénkítése céljából a Tiszán. Az IPA projektum teljes összegének értéke 500 ezer euró, melyből Óbecsén a beruházás értéke 172 ezer euró, amire a helyi önkormányzat hitel segítségével 18 millió dinárt biztosított. Óbecse községnek az eszközök 85%-a vissza lesz térítve, a fennmaradó 2,7 millió dinárt pedig magasabb kormányzati szintről biztosítják. A projektben résztvevő mindhárom önkormányzat a kikötői hálózaton kívül javítja a kikötő közvetlen közelében fekvő partmenti területek szálláshelyeinek befogadó képességét is. Az úszó kishajó kikötő része az úgynevezett konténer is, melyben női és férfi mosdó, zuhanyzó, kikötői irodahelyiség és teakonyha lesz. A létesítményt csatlakoztatják a nyilvános villamosenergia hálózathoz, a vízvezetékhez és a csatorna hálózathoz. Kapacitás szempontjából 20 csónakot vagy legfeljebb 50 kisebb horgáscsónakot képes befogadni,
amelyek belülről normál szögben vannak kikötve. Az óbecsei Labut Pejovics iskoláskor előtti intézmény részt vesz a tisztább és zöldebb vajdasági iskolákért elnevezésű tartományi projektumban, azzal a céllal, hogy fejlessze környezeti tevékenységeit, és hogy a legfiatalabb óbecseiekben felkeltse a környezettudatosságuk és a személyes felelősségük fontosságát a környezetvédelemben. Az aktivitásokat úgy tervezték, hogy a Pitypang óvoda mind a négy csoportjának óvónői és tagjai havi szinten aktívan találjanak ki különféle környezetvédelmi tevékenységeket. Továbbá, hogy a szülőkkel együtt műhelymunkákon, edukációkban és különféle tematikus tevékenységekben vegyenek részt, valamint hogy ünnepeljék meg a nemzetközi világnapokat, amelyek az ökológiához és a természethez kötődnek. Az aktivitásokba az ökobecse is bekapcsolódott, és a Kis Zoltánnal folytatott megbeszélés után arra a következtetésre jutottunk, hogy ők maximálisan támogatnak bennünket ebben, és hogy szívesen részt vesznek ezeknek a tevékenységeknek a realizálásában. Az ökobecse mellett partnereink lesznek még Óbecse község környezetvédelmi részlegének képviselői, Óbecse község egészségvédelmi szövetsége, valamint az ifjúsági iroda is. Mivel ilyen sokan lesznek segítségünkre, azt remélem, hogy tevékenységeink kiszélesedhetnek, ami a célunk is egyben. A napi tevékenységek, a mesemondás és a munka révén a gyermekek számára a legkönnyebb közelebb hozni a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontosságát és alapelveit, tette hozzá Mítics. Az óvodában évek óta ápolják ezt a gyakorlatot. A gyermekeket már bölcsödéskoruk óta a különböző aktivitásokon keresztül folyamatosan a környezetvédelemre nevelik. Tanítják az állat- és növényvilágot, és hamarosan új programokon keresztül megismertetik velük a fűszernövényeket is. Az az ötletünk támad, hogy most tavaszra minden óvodánkban az óvónők vagy a gyerekekkel vagy a szülőkkel együtt alakítsanak ki egy területet az udvaron, amelybe fűszernövényeket ültetnek. Ez lehet később az ökokuckó az udvaron. A gyerekek figyelemmel tudják kísérni a növények fejlődését, ápolják őket, és megtanulják, hogy mire lehet ezeket a fűszernövényeket használni. Így lesz egy különlegességünk, hogy minden óvodánknak lesz egy kis biokertje. A Tisztább és Zöldebb Vajdasági Iskolák projektumban az óvodáskorú gyerekek és az iskolások a változás kulcsfontosságú mozgatórugójaként, valamint a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés jövőinek erejeként szerepelnek. A hálózaton folyó tervezett szerelési munkálatok miatt holnap, február 25-én nem lesz áram Bácsföldvár 1-es utcáiban. 8 óra 30 perctől 14 óra 30 percig szünetel az áramszolgáltatás. A Dusán-Gucsonya utca egy szakaszán, a Svetolik-Kozárszki utcától a Radován-Bránkov utcáig. A Svetozár-Márkovics utca egy szakaszán a 16-ostól a 22-es házszámig, valamint a Radován-Bránkov utcában.